A tiszalöki idősek otthon lakóinak sokat jelentett, hogy az elmúlt években teljes körűen felújították az épületet, ahol mindennapjaikat töltik. Az életkörülményeik javultak, megszépült az épület a belső átalakításnak köszönhetően, amelyet az önkormányzat már az elmúlt években saját költségén elvégzett. Most az épület energetikai korszerűsítése is megtörtént Európai Uniós forrásból. Maga a pandémiás időszak még inkább rávonta a figyelmet arra, hogy nagyon sokan, egyre többen élnek egyedül, idősek, betegek, segítségre szorulók, és igazából ez a folyamat várhatóan nem fog megváltozni. Ezért nagyon nagy szükség van arra, hogy mind az egészségügyben, mind pedig az idősekről való gondoskodásban oly módon élen járjunk, hogy a körülményeket, azokat biztosítsuk, és lehetőleg 21. századi körülményeket. Az egyik legfontosabb feladat az idős beteg emberekről való gondoskodás. A valamivel több mint 5000 fős kisvárosban mind az egészségügy, mind a szociális szféra megújult idén. A szociális szféra nem maradhat árnyékban, mert hősiesen helytálltak a koronavírus járvány idején, és itt Tiszalökön folyamatosan fejlesztjük az idősek otthonát. Ez most egy záróprogram, egy energetikai fejlesztés, amely együtt a mentőállomással közel 80 millió forintba került, és korszerűbb feltételek mellett vannak a szociális dolgozók, és természetesen az idős otthon lakói is. Az elmúlt másfél év a világjárvány miatt embert próbáló volt. Fontos, hogy az egészségügy felkészült és korszerű legyen, és a mentőszolgálat munkatársai méltó körülmények között dolgozhassanak. Az elmúlt 10 évben több mint 100 mentőállomás újult meg, és 30 új mentőállomás épült, hangzott el a rendezvényen. Ez egy nagy öröm számunkra, hogy azt látjuk, hogy a társadalom ilyen érzékeny a mi munkánk iránt, és igyekszik támogatni a mi munkánkat, nem csak jó szóval, hanem bizony ilyen komoly adományokkal is. És az a kevés idő, amit most a bajtársaim itt tudnak tölteni a mentelmáson, azt még méltóbb és még pihentetőbb körülmények között tudják tenni, ezért örülünk ennek különösen. Simon Attila államtitkár szerint egy ország sikerét nem csak a jó gazdasági mutatók adják, hanem a közintézmények állapota is visszatükrözi egy társadalom állapotát. A jelenlegi fejlesztések elengedhetetlenek az emberek jó közérzete érdekében. Mégis a cél az lenne, hogy csak azok az emberek kerüljenek kórházba vagy szociális bentlakásos intézményekbe, akiknél már nem lehet otthoni szolgáltatást nyújtani. Ami talán egy új irány, hogy megpróbálunk nem az intézményekben ellátni erre rászorulókat, hanem minél tovább az otthonukban tartani. Ez igaz, azt gondolom, az egészségügyi ellátásra, és igaz a szociális ellátásra különösen. Tehát olyan úgymond otthon nyújtó szolgáltatásoknak a fejlesztése a legnagyobb kihívás most, hogy az emberek maradhassanak meg a saját kis családjukban, a saját közösségükben, hiszen ez már önmagában egy komfortfokozat. A mentőállomás és a szociális intézmény felújításán túl a megyei közgyűlés elnöke már a jövő beruházásairól is beszélt. Ez egy viszonylag kisértékű beruházás, a kettő együtt közel 80 millió forint volt, de én azt gondolom, hogy mindkét közösségnek, Tiszalök városának ez egy nagy jelentőségű felújítás, és hát további terveink vannak a következő 7 éves fejlesztési ciklusban itt Tiszalökön is. Például a napokban nyílik meg a munkakönyve, vagy a fejlesztési naplója az ipari parknak, az sokkal nagyobb, közel 10-szerese ennek az összegnek, ipari parki beruházás kezdődik Tiszalasváriban, ugyancsak a területi operatív program forrásaiból, amely munkahelyteremtést jelent.